éppen szép kártyával fizet egy vendég Nyíregyháza egyik legnépszerűbb hoteljében. Április végétől valamennyi a pihenőkártyával igénybe vehető szolgáltatásért bármelyik alszámlán lévő összeggel fizethetnek. Az összegek felhasználásának kedvezményét június 30-áról december végéig hosszabbította meg a kormány. A keretösszeg, illetve az alszámlák maximuma is nagyobb marad. A költségvetési szerveknél 450 ezer forint, a versenyszférában pedig 800 ezer forint az éves keret. A szociális hozzájárulási adómentességének szabályai is meghosszabbodnak. A megnövelt keretösszegig a juttatásokat mindössze a 15%-os személyi jövedelemadó terheli. Fontos, hogy az adómentesség a 2021. június 30 áig kifizetett juttatások tekintetében alkalmazható. A nyitást követően a turizmus szereplői is érzik a szépkártya kedvezmény hatásait. A májusi hónap az első lezárt hónapunk, és hát bizony meglepetten tapasztaltuk, hogy 10%-kal növekedett a tavalyi év, illetve ugye a teljes év a tavaly előtti évhez képest a szép kártya, mint fizetőeszköz használata. Itt egy hét leforgása alatt töltötték fel az egész nyarat, augusztus végéig ugyanis teltházzal dolgoznak majd. Az értékesítési vezető szerint további pozitív tapasztalat, hogy a nem alapszolgáltatások közé tartozó egyéb szolgáltatásokra is szívesebben költenek a vendégek, emellett a kijelentkezés is sokkal gyorsabb. A zsebek átjárhatósága miatt ugyanis egyben lehet kifizetni a teljes fogyasztást. Széchenyi pihenőkártyája jelenleg több mint egy millió munkavállalónak van Magyarországon. 2020-ban ennél a béren kívüli juttatásnál a feltöltések megközelítették a 300 milliárd forintot.